Az idei G20-as találkozó fő témája itt Buenos Airesben a kereskedelem, a nemzetközi adóügyi együttműködés és a klímaváltozással szembeni fellépés. És míg ezekben a kérdésekben szekcióüléseket tartanak, a figyelem máshová összpontosul. Két érkezőre nagy figyelem vetült, a szaudi koronahercegre és Vladimir Putyin orosz elnökre. Barátságos kézfogással és öleléssel köszöntötték egymást, de a többi vezető nem volt velük ilyen kedélyes, ők némiképp kirekesztettek ezen az ülésen. A koronaherceg azért, mert állítólag ő adott utasítást Jamal Khashoggi megölésére, Vladimir Putyin pedig az Ukrajna elleni fellépése és a mérgezéses Skripal ügy miatt. A kétoldalú találkozók java még csak ezután jön. Nagyon várjuk Donald Trump és Xi Jinping tárgyalását, akik egy kereskedelmi háború kellős közepén vannak. És ha az amerikai-orosz viszonylatokról van szó, vegyes üzenetekkel állnak elő. Úgy tudjuk, hogy bár a kétoldalú találkozót lemondták, a két vezető mégis találkozhat. Donald Trumpnak ügyelnie kell a látszatra, annak fényében, hogy hazájában éppen az orosz kapcsolatait vizsgálják, és tanulságos lehetett számára az orosz elnökkel tartott finnországi találkozójának visszhangja is. Ami a Khashoggi ügyet illeti, Theresa May brit miniszterelnök határozott állásponttal készült találkozójára a koronaherceggel. Alapos nyomozást vár el, és azt, hogy az érintetteket felelősségre vonják. A G20 első napját tehát inkább ezek az ügyek határozták meg. A következő napra még több tárgyalást terveztek, amit egy zárónyilatkozat követhet. Vincent McAvinny, Euronews, Buenos Aires.